A Tiszató térségi fejlesztési tanács november 28-án szakmai fórumot rendezett Tiszafüreden, amely a térség fejlesztése érdekében szükséges együttműködést, közös gondolkodást, egyeztetést és javaslatok kidolgozását jelentette. A fórumot követő sajtótájékoztatóról láthatnak most egy összefoglalót. A szakmai fórum után került sor a sajtó képviselőinek tájékoztatására, akiket Galó Anita, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzati hivatal irodavezető helyettese köszöntött. A tájékoztató első részében a Tiszató térségi fejlesztési tanács két képviselője, Kovács Sándor elnök és Farka Zoltán Tibor alelnök foglalta össze a fórumon elhangzottakat. Kovács Sándor azt mondta el, hogy a délelőtt folyamán folytatódott az évek óta megkezdett munka, amely a térség jövőjét hivatott meghatározni. A meghívottak között ott voltak a Hortobágyi Nemzeti Park, a vízügy, a horgászat, a vízirendészet képviselői, valamint az érintett települések polgármesterei, akik mindnyájan a térségért dolgoznak. Már évek óta jellemzi a területet az összefogás, a tevékenységek összehangolása. Mivel a térség kiemelt turisztikai régió lett, szükség is van az összefogásra. A tanács célja, hogy közösen lépjenek fel, egyeztetett fejlesztési elképzeléseket tegyenek le a kormány asztalára. A tanács alelnöke, Farka Zoltán Tibor adatokat sorolt az elvégzett munkáról. Elmondta, hogy ez év októberéig a kiskörei vízlépcsőnél 30 ezer kerékpárost regisztráltak. A tó vizét 150 ezer kilogramm telepített pontyal gazdagították. A fórum javaslata alapján 2018 tavaszára elkészül egy megújult Tiszató térkép. Az alelnök fontosnak tartotta a kiemelt turisztikai térségé történő nyilvánítást, mert így a Tiszatóhoz jelentős források érkezhetnek. A jelenlévő kérdéseire válaszolva elhangzott több adat is az elvégzett munkáról és a jövő feladatairól. Önmagában a tanács jelentős forrásokkal nem rendelkezik, de programokat, reklámcélű kiadványok megjelentetését eddig is támogatta. A kiemelt turisztikai térség jelenlegi állapotáról vannak adatai a szervezetnek, ezeket egymás mellé kell tenni, és a térség komplex fejlesztésén kell dolgozni. A Tiszatóhoz érkező több 10 milliárdos támogatásból többek között a szabad strandok fejlesztése kezdődhet meg. A térségi fejlesztési tanácsnak az is feladata, hogy a települések terveit artikulálja, szükség esetén megrostálja, hogy a fejlesztések összhangba kerüljenek.